Hagyomány Székesfehérváron, hogy a Fidelitas kezdeményezésére az Icsi-ligettől fáklyával sétálnak át az emlékezők a fekvő katona emlékműhöz, hogy közösen tisztelegjenek az aradi vértanúk előtt. A megemlékezésen részt vett Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Róth Péter a Fidesz városi elnöke, valamint a Fidelitas városi szervezetének vezetői, tagjai és Szent Királyi Alexandra, aki az eseményen elmondta, szerinte a múlt üzenete ma is érvényes. Október 6-ának is ez az üzenete, hogy küzdenünk kell, még akkor is, hogyha annak nagy ára van, a saját szuverenitásunkért és a nemzetünkért és annak szabadságáért. Sajnos a magyar nemzet még talán a többi nemzettel összehasonlítva is túl sokszor tapasztalta meg, hogy milyen árat kell fizetni ezért a nagyon-nagyon drága szabadságért, de azt is megtanultuk belőle, hogy mindig küzdeni kell azért, hogy saját sorsunkról, a saját életünkről mi magyarok dönthessünk, és szerintem ez sajnos ez az üzenet ez nem lett kevésbé aktuális most sem. A 22 éve minden esztendőben megrendezett hagyományos fáklyás felvonulás célja az emlékezés, amely a magyarok szabadságvágyát, küzdeni akarását jelképezi, amely Varga Tamás szerint példa lehet számunkra 2024-ben is. Azok a hősök, akiket Aradon kivégeztek, és tudjuk, hogy nem csak az aradiak estek a terror áldozatául, hanem nagyon-nagyon sokan mások, és nem csak életüket vesztették, hanem jövőjüket vesztették, mert börtönökben raboskodtak. A példaadás, hogy igenis, ha a haza hív, akkor menni kell, és hogyha menni kell, akkor meghalni is lehet. Az is következhet. És azt hiszem, hogy egy katona ember életében ez a legfontosabb, hiszen az esküjében ez a legfontosabb mondat, hogy életem feláldozásával is megvédem ezt a hazát. Ezt kérjük a ma katonáitól is, és ezért kell őket is nagyon-nagyon megbecsülnünk. Az esemény végén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit és a kegyelet virágait a fekvő katona emlékműnél.